A kiírás szerint a megyei első osztályban, a megyei másodosztály három csoportjában és egy harmadosztályú csoportban is elrajtolt volna a tavaszi szezon, az időjárás azonban közbeszólt. Mindössze három megyei egyes meccset tudtak megrendezni az elmúlt hétvégén. Egyedül Tiszavasváriban volt játékra alkalmas üvespálya, így Kis Gábor csapata a megszokott talajú játéktéren játszott egy-egyes döntetlent az alsóházba tartozó Gyulaházával. A Nyír Gyulaj a nyírbátori műfüvespályán fogadta a Baktalórendházát, és hátrányból fordítva 4-1-re legyőzte a vendégeket. Alvérletben lépett pályára Sényű is, Ember Roland együttese a Nyíregyházi Városi Stadion műfüves pályáján fogadta a Fehér Gyarmatot. A mérkőzésen a helyzetek alapján a Sényű állt közelebb a győzelemhez, gólt azonban nem láthattak a nézők, a találkozó 0-0-ás döntetlennél zárult. Azt gondolom, hogy tettünk eleget a győzelemért, talán két ok miatt nem tudtunk győzni. Az egyik az, hogy jól védett az ellenfél kapusa, másik pedig a végjátéknál pontatlanok voltunk sajnos. A Fehér Gyarmat edzője a körülmények és a játékképe alapján elégedett volt a megszerzett egy ponttal. Igazából nem nagyon tudtuk, hogy mit fogunk kapni, mert a felkészülés alatt nem nagyon kaptam képet a csapatról. Annak tudatában ez az egy pont jó, illetve az, hogy idegenbe játszottunk, jó, illetve a játékot, hogyha nézem, azt mondom, hogy második fél alapján örülhetünk annak, hogy 0-0 lett a mérkőzés. Stabil középcsapat szeretnénk lenni, hát nyilván most azért nem elégszünk most már a 7-8 hely környékével, szeretnénk ott stabilizálni a helyünket ott a 4.-5. hely környékén. Az MLS megyei igazgatósága a hétvégi fordulókra nem rendel el központi halasztást. Azok a csapatok, amelyek a pálya használhatatlansága miatt nem tudják lejátszani a meccset, közösen döntenek majd az új időpontról.